65-re emelkedett a kínai földrengés halálos áldozatainak száma, csak nem 250 sérültet ápolnak kórházakban, több tucatnyian válságos állapotban vannak. Több mint 200 épület dőlt össze, legkevesebb 200-an rekedhettek a romok alatt. Hintáztak a csillárok, remektek az épületek hétfőn Kína délnyugati részén. A 6,8-es erősségű földrengés Szecsuán tartomány Luding megyéjének hegyvidéki területét rázta meg, amely a tibeti peremén elhelyezkedő tektonikus lemezek találkozásánál fekszik. A rengés következtében a hegyoldalakról kövek és földarabok hullottak le, ami károkat okozott a lakóépületekben, és több városban áramkimaradásokkal is járt a heves földmozgás. A 200 kilométerrel messzebb lévő tartomány székhelyén Csengtúban is remektek az épületek. A Metropolis 21 millió lakosának többsége a koronavírus járvány újabb hulláma miatt azonban nem hagyhatja el a lakhelyét a szigorú járvány ellenes intézkedések értelmében. A hétfői katasztrófa és a koronavírus járvány miatti zárlat előtt még hőhullám és szárazság is sújtotta a térséget. A hatóságok négy menedékhelyet összesen 128 sátrat állítottak fel több mint 50 ezer ember számára, akiket a földrengés miatt veszélyessé vált otthonaikból költöztettek ki az egészségügyi személyzet pedig ellenőrzi a sérültek állapotát, és alapvető ellátást biztosít a könnyebben sérült lakóknak. Az elmúlt évek leghalálosabb földrengése Kínában a 2008-as, 7,9-es erősségű rengés volt, amit csak nem 90 ezer ember halálát okozta szecsúánban. Akkor városok, iskolák és teljes vidéki közösségek pusztultak el, és évekig tartott, amíg újjáépítették az épületek többségét.